Krisztus véréből. A csók frissítő, a kislány szédítő, a jó bor meg nemesítő. Dicset, epörgyinek, ne vügy nagy hászlut. Ehely öreg legénynek is valóan a május. Hogy ne égne a kóc, amikor a gana is füstül. Jaj, hát a... Fekiszeny rókának rongyos a bőre, futikony rókának sikos a szőre. Körmetlen macskának sikos derekú fára nehezzám fölmászni. Akit egyszer a kigyú megcsíp, az utána fél még a brázda gelesztátó es. Aki bogár után jár, azt ganajra vezeti. Hú, de aki ebbe játszódik, bot legyen a kezibe. Hisze vak is találhat egyszer lópatkut. Papír. No, azt mondja, hogy hallám. Adatik tudtára minden rendű, rangú, nemes, nemzetes az őrség tartományában és az őrállók földjén lakozó lelkek számára, miszerint az őrállók alapítvány ezen esztendő ígéret havának 30. és 31. napjára, továbbá napisten havának első napjára, jeles látványosságot hirdett szalafő síkjára. A jóisten segedelmével lészen ott vitézeknek viadala, főzőmesterek versengése, a különböző nembéliek összecsapása, a sokféle mulatságnak se szeri, se száma. Hát gyűjjenek hát el, kicsik, nagyok, emberek, asszonyok, legények meg lányok. Várjuk kigyelmeteket is, igen sok szeretettel. De gyűjjenek ám még, ha máncsér is lesz. Vagy ha ollan szél, hogy még a tavalyi port is kifújja az üleptjükből. Ha meg nem gyűnnek el, hát fusson föl a buboskel is a lábok szárára.